Média partnerünk a sport24.hu. Jó estét kívánok! Mai vendégünk Borókai Gábor, szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét! Akivel bajba vagyok, pedig épp most számoltuk ki, ugye, hogy 30 éve váltottuk egymást épp a Népsportnál, te akkor kerültél oda a labdarúgó rovatba. És nem azért, mert lettél aztán főszerkesztő, vezérigazgató, kormány szóvivő, hanem lehet, hogy amit kellene először megkérdeznem, de olyan értem, mert soha nem tudtam, hogy én ismerek egy Borókait, a jófej, laza, kedves, humoros, ha nézzük a könyvet címét, vagy bármit, tehát játékos, és ugyanakkor azt is, aki egy kegyetlenül, a kegyetlennel nem azt értem, hogy vérengző, hanem hogy hidegen, akkor így mondom, kimért, meggondolt, inkább kétszer meggondolom, és utána mondom, Pali. Ez korszakonként változik, ez más, amikor újságba írsz, vagy beszélsz, vagy nem azt kérdezem, hogy melyik az igazi arcod, de te is így látod magad? Nem. Én nem látom magam. Reméltem, igen. Egyrészt nem látom magam, másrészt pedig mindig igyekszem a dolgok fonákját is látni. Uh-huh. Tehát ez akkor is jellemző volt rám, vagy azt gondolom, hogy jellemző volt rám, amikor szóvivés volt a mesterségem, meg az újságírásban is keresem azokat a fordulatokat, helyzeteket, amikor görbetükröt lehet tartani. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Hát görbetükröt talán nem tarthat, de egy szóvivői tájékoztató mindig headline-ozással kezdtem, tehát uh-huh. próbáltam címekbe összefoglalni a történéseket, azután fölvezetni a témákat. Ez nem a fonáki, ez a legjobb poén. Az csak az, hogy hogyan lehet jól érthetővé tenni, és hétköznapivá. Uh-huh. Tehát, hogy kilépjünk, akkor volt egy erős változás a politikai kommunikációba, egy bürokratikus nyelvből igen. átléptünk egy hétköznapi nyelvbe. Igen. De hát ez is a szóvivő dolga tulajdonképpen, hogy fogyaszthatóvá lehetővé. Igen. De a fonákot azt mire értetted? Hát nem a szóvivés közben, az újságírás uh-huh. közben. Tehát az egy képesség, az vagy van, vagy nincs. Én azt érzem, néha ránézek dolgokra, és mosolygok magamban, mert valami olyasmi jut eszembe, ami másnak talán nem. Uh-huh. De ezt nem uh-huh. mindig tudom érvényre juttatni a cikkírásban. De várjál, akkor konkrétizáljuk. Azt mondom, hogy a kezdő sportújságíró, nyilván az ember erre a korszakra úgy külön emlékszik, amikor elindult. Ugye írtunk 85-öt, 86-ot, Irapoato, 06, stb. Mi volt akkor az a fonákság, amit a magyar futballban meg lehetett írni? Hát akkor nem volt ennyire szabad a fantáziám, akkor örültem, hogy helyt kapok egy szerkesztőségben. Nem is a futball szekcióban jutottam munkához, hanem az úgynevezett mozgalmi rovatban. Hát az volt mindenkinek rovatban, az volt a nyitány. Hát tehát vagy nyitány, vagy volt akinek bünti. Hát például, illetve a franc tudja, Lakat Karcsi, ezen vitatkozott a szerkesztés, hogy büntiből tették oda, ugye ő azt hiszem a labdarúgó rovatvezető helyettes volt már tán, hogy beletanuljon a rovatvezetésbe, vagy azért tették oda, hogy előrelépés, hát tapasztalat. Károly akkor éppen a képes sportnál dolgozott, amikor igen. én a sporthoz kerültem. Igen. Tehát ott a Végalpár Sándor, a Dobozi író. Laci, rádiósként volt a legismertebb. Lázár János, Tóth Marcsi, vagy Fülöp Marcsi. Lázár, nem János, bocsánat. Nem János, Pécsi, Lázár, Lajos. Lajos, igen. Pécsi tudósító. Lázár Lajos, igen. Tehát így uh-huh. voltunk mi, úgynevezett sportpolitikai rovat, és hát ez nem volt politika. Az első igazán, hát akkor valójában a politika az arról szólt, hogy miért nincs elegendő tornacipő a sportbotokban, és ez kellene, vagy Ságvári Endre túra, vagy Balaton átúszás, vagy valamiféle evezés. Nekem kitüntetett helyzetem volt, mert megkaptam a tájfutást, tehát akinek, ugye te emlékszel rá, akinek sportága volt korábban. Harcsa Gábor után én kaptam a tájfutást, és aztán hát így sportággal foglalkozhattam. Ez nagyon komoly volt. Én tudom, mivel kezdtem, azt hiszem búvárúszás, modellezés, és amikor megkaptam a tollaslabdát, meg a tekét, hát madarat lehetett velem fogadni. És az oda tartozott ahhoz. Igen. De te már akkor focizni akartál? Hát hogyne, az volt az álmom. Igen. Tehát 14 évesen engem mindig egy sporttal lehetett
azonosítani, az volt a hónom alatt, vagy a kezembe is olvastam. Ugye, bocs, ezt már szerintem ma el kell mondanunk, hogy mi az, hogy asporttal. Az újságosnál kértem egy sportot legyen kedves, igaz vagy a sport? Igen. És amikor én gimnáziumba jelentkeztem, akkor az volt egy ilyen adatlap, és ki kellett tölteni, hogy mi szeretnél lenni, és akkor azt írtam be, hogy sportújságíró. Ez volt az életem vágya. És erre mi volt a reagálás? Ez érdekes. Ugye írunk 80-at körülbelül? Hát amikor a középiskolában... Középiskolában, nem tévedtél, hanem 79-et írtunk, amikor én nagykörösen mentem gimnáziumba, és nem volt különösebb. Nem azt mondták, hogy hú, meg ha eddig olyan komoly fiúnak tartottuk, és... Nem. Politika, mondjuk jó szóvívés, az nyilván nem, de klasszikus értelmében akkor a politika az nálunk családilag tiltott terület volt. Tehát édesapám egyáltalán nem nézte jó szemmel, hogyha a közéletben próbáltunk bármit is tenni, nem is próbálkoztunk vele. Úgyhogy ezért volt ha már újságírás, akkor sportújságírás, ez volt a lehetőség. Egyébként, hogy akkor egy kicsit kivétel nem ellent mondani a papának, mert tökéletesen értem és megértem, de arra emlékszel, hogy ott a KISZ mozgalom a fenét, hát köze nem volt se a mozgalomhoz, se a kommunizmushoz, se a szövetséghez, semmihez, ott cikkeket elemeztünk, saját cikkeinket értékeltük, csak és kizárólag ebből állt a KISZ munka, és azt hiszem gyorsan akartam kimondani, Somogyi Béla, és Bacsó Béla, igen, Bacsó Béla, ez két világháborús mártír, és Bacsó Béla díjat adtak az év legjobb ifjúság, illetve adtunk, bocsánat, magunknak legjobb ifjúsági. Tehát tényleg, ha belegondolok, ez így eddig föl se sejlett nekem, hogy ott politikai úgymond keretek között, de hát véletlenül se politizáltunk. Azt én később hallottam, te abból láttál, vagy érzékeltél valamit, hogy a tudósítói hálózata a Népsportnak, ami hatalmas volt, szerintem messze a legnagyobb az összes újság között, sőt, olyat is hallottunk egyszer pletyke, hogy valaki bűnözőt fogtak meg itt-ott. De hogy ez majd, hogy nem ilyen, hát finoman mondom, hírcsatorna, vagy ilyen, most nem azt mondom, hogy 3x3-osok, de hogy hozták, vitték, és a Népsport csak a fedőszer volt. Nekem ezt évekkel később mesélte egy kolléga. És... Hát azt nem, ezt sose hallottam, hogy a tudósítói hálózat az egy ilyen besugói hálózat is lett volna. Besugó, de mindenkiről mindent tudtak, szóval egy perc alatt. Az előfordulhat, de az, hogy a sport újságírás területén voltak olyanok, akik speciális felhatalmazással utaztak külföldre csapatokkal, az azért később kiderült, ha akkor hát konkrét nem is volt egyértelmű. Igen, azok felszínre kerültek. De érdekes, hogy persze, Isten ments, hogy belemenjünk ennek az országos meg nagy politikai vonatkozásba, de a sportriporter szakma talán megbocsátó volt fura mód, mert nagyon sokan ott vannak, ott voltak halálukik közöttük is, és amennyire tudom, semmilyen atrocitás nem érte. Tehát annyira sem tagadták ki őket, mint mondjuk egy Novák Dezsőt a fradisták egy része. Nem? Hát az is csak akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Novák Dezsőnek volt ilyen szerepe, és de a sportújsági írók közül nem emlékszem olyanra, aki akár coming out-olt volna ilyen értelemben, akár ráolvasták volna az ő múltját, igen? De voltak nagy, most nem lenne sportszer, hogyha elkezdeném sorolni, mert akkor vagy mondjunk el mindenkit, vagy most azért, mert éppen kettő eszembe jut. De voltak az ismertek között, nemzeti sportvezetői között is, akikről feketén kiderült, sőt, tán nem is tagadták. Na ugorjunk, hogy kerültél akkor a foci rovathoz, ahhoz mit kellett tenni, hogy kellett ügyeskedni? Hát nem ügyeskedtem, ott volt egy átalakulás, és épp a Várkonyi Sanyi kapta meg a rovatvezetői posztot, és körbenézett a lapnál, és engem valami miért megkedvelt, vagy azt látta, hogy ott akár beletanulhatnék ebbe a területbe. És még érdekes volt nem akarom hosszasan ecsetelni a meghívásnak a módját, de a Borbély Pali bácsi, ugye ő volt a futballnak a futballírás atyamestere, igen, és aztán a Sándorral volt egy polémia, és a Borbély csak hallgatta, és a Sándor invitált engem, én megmondtam, hogy éppen most iskolázott be az újság, a sportújságíró
továbbképzésre, és hogy nekem ott tanulnom kell, MOSZ-nak igen, és hogy nekem ott tanulnom kell, és félek attól, hogy nem tudok helytállni, és ha nem tudok helytállni, majd jól lebőgök, és pont életem nem fog teljesülni, igen. De ezt így is gondoltad? És ugye így is gondoltam, és akkor a Borbé fölmordult, és azt mondta, hogy ez nem lehet, hogy ilyen meghívót kapok az ember gondolkodás nélkül, menjen és csinálj, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én elmondtam, beszéltem, és megyek. És akkor leköltöztem az ötödikről a negyedikre. Ehhez azért hozzá kell képzelni Borbé Pált, Fodrász Pali bácsit, már bocsánat, Isten nyugosztalja, aki ugye válogatott kosárlabdázó volt, hatalmas nagy darab, szép szellember, hát hogy mondjam, nem nagyon volt ilyen ellenmondást tűrő. Igen. De milyen szerepe volt a sportúságrának? Nem? Hát például sokan Albert sérülését is még az ő számlájára írták, amikor ő egy dániai meccsen úgymond csínbe ment azért, mert Borbé kikezdte ide azzal, hogy mi az, hogy csipüretet kézzel áll a 16-osnál, vagy így tovább, nem? Tehát akkor igen, akkor a Borbé-Német páros mindenható volt. Német Gyula bácsi, Német Gyula, ugye most már díjviseli a nevét. Igen. Fiatal, legtehetségesebb fiatal újságírók részesülnek ebbe az elismerésben. Mi élvezhettük a Gyula bácsinak a szakmai felkészültségét. Érdekes módon mondjuk a Borbére ez nem volt jellemző, de másokra, akik a sport felől érkeztek, ők szakmailag nagyon jól tájékozottak, felkészültek voltak. A nyelvi megoldásaik azok nem voltak mindig kifogástalanok. Mondok neked kivételt, Papp Kornélia, evezős Európa bajnoknő, aki csodálatosan írt a tavaszi zsongásról és a, nem tudom, gesztenyefák virágzásáról is, nem? Néha mondjuk torna megevezős verseny helyett is. Nekem nyilván azok kevésbé maradnak meg az emlékezetbe, akik hogy mondjam, teljesített, átugorták a lécet, akik rendszeresen a léc alatt futottak el, és kézirataikkal is volt szerencsém találkozni. Igen. Ők azért, őket hosszasan tudom idézni. Igen, egyszer eljátszottuk azt a nagyon hülye fogadást, hogy XY a futball rovatból, azon vesztünk össze, hogy 10 mondatot várjál egész életében, vagy 15-öt, és megírtunk egy hamis tudósítást. Aznap délután volt Dózsa Fradi, és mi megírtuk előre a tudósítást, természetesen az ő nevét írtuk rá, és eltaláltuk az eredményt pekünkre. És ugye a nyomdába flekkenként, oldalanként mentek le a kéziratok, és volt, hogy nem tudtuk megmondani, hogy melyik az igazi, amit ő diktált le a gépírónőnknek, hogy mi írtunk falból, és az MT-ből próbáltuk visszaigazítani. Azért az kínos. De ott azért volt egy érdekes korszakváltás, mert a különös tekintettel a futballra. Igen. Tehát a futball, ahogy veszített eredményességéből. Igen. Úgy nőtt föl egy új újságíró nemzedék, és egyre jobb tollú nemzedék vette át a stafétabotot. Tehát egyre jobb mondatok születtek, egyre gyengébb teljesítményből. Tehát az újságírás átalakult, előnyére változott, a sport sajnos nem. És abszolút aláírom, de azért azt megkérdezem, hogy biztos, hogy előnyére? Mert nekem a mániám, ugye, te még biztos ismerted Tereferét. Ungi Sanyi bácsit, egy ekkor kis szeruzával járt a fülem mögött, és ő arról volt híres, hogy még Vadas főszerkesztő úrtól, ugye hát ez legenda volt még valamikor a, nem tudom, háború előtt, hogy ő azért kapott egy pengőt, ami azt hiszem akkor baromi nagy pénz volt, mert a következő hírt adta le, Horvát, zárójel Beszkárt, ez egy csapat volt, ugye azt hiszem a közlekedés, zárójel, bezárva influenzás. És ennyi volt a hír, és egy pengő. Ezt valószínűleg ma úgy írnák meg, hogy tovább súlyosbodtak a Ferencváros labdarúgó csapatának gondjai, és az edző most már a, nem tudom, bokasérüléssel törődő és a mellett nem számolhat következő játékosa, és ez nagy gondot okoz, nem? Tehát azért legyünk őszinték. Lényegre törő volt, bár a Tereferétől a klasszikus mondat nem az emlékezetem megcsalhat, de ő elment egy olyan csepeli rendezvényre, ahol a bajnokcsapat Csepel életben maradt tagjai ünnepeltek, emlékeztek. Igen. A 25 évvel korábbi nagy eseményre, és akkor mondom, a név az nem biztos, hogy stimmelni fog, csak tónusában, hangulatában tudom idézni. Azt itt a Terefele, hogy ott volt a 4 tauzin is, akik közül ketten meghaltak a második világháborúban. Jaj! Igen, hát róla legendák voltak, amikor elvesztett egy tudósítást, és az, aki a bíró volt azon a meccsen, az délután a Blasz 3-ba lengetett, vagy fordítva, nem tudom, és végigfutotta a partjelző mellett azt a másik meccset, hogy diktálja le neki, hogy mi volt a dél. Figura volt a Terefele, de csak hogy fölkészültségben, meg nyelvi használatban például Török Péter, aki nem futballrovatos volt, hanem külföldi rovatos,
az is egy klasszikus történet, hogy a Péter, miután Kamerun győzött a világbajnokságon, és óriási meglepetésre, ugye ez volt az első afrikai csapat, amelyik egyáltalán meg tudta verni európai ellenfelét, és senki nem tudott közülünk se, senki nem tudott semmit Kamerunról, és másnap török egy kolumnát rikkentett. Nem is tudom, hogy talán Népsport voltunk még akkor, hiszen 1986, igen. 86-ot írtunk. Igen. Akkor volt a mexikói VB. Németh Gyula bácsi, azt is írtatok, ez lehet, hogy csak a mi rossz indulatunk volt, minket a csapatjáték rovatot is néha felügyelt, és hát azt nem szerette annyira, mint a futball, tehát ő futballedző volt, de azért rovatvezetői minőségét mutatva mindig kidobott egy bekezdést a cikkből, és valaki kifigyelte, azt nem tudja, hogy mindig a negyedik oldal második harmadánál, és ott egy idő után, tudom, hogy nagyon csúnya dolog így utólag, de mindig beírtunk egy tök fölösleges részt, és az estek 80%-ában azt igen jó szemmel kidobta, de maradt az eredeti cikk. Szóval akkor azért a sportriporter az csibész, vagy gangster, vagy ügyeskedő, vagy különös figurák voltak. Igen, a érdekes helyzet volt. Én ma figyelem a maiakat is. Nem annyira a sportújságírókat, vagy a népsportos újságírókat, igen, hanem azokat, akik meccseket közvetítenek, uh-huh, hogy abban a különös lelki állapotban vannak, hogy egyrészt ki kell szolgálniuk a nézőket, a hallgatóságot, másrészt pedig kapcsolatot kell ápolniuk a csapattal. És néha úgy érzem, hogy én hátrébb vagyok a sorban nézőként, mint, igen, a csapat, tehát sokkal inkább oda beszélnek a kommentátorok. Tehát nem mer kritikus lenni? Nem mer kritikus lenni, vagy nem csak, hogy nem mer kritikus lenni, hanem nem az az elsődleges szempont neki, hogy engem tájékoztasson, kiegészítő információkat adjon, hanem vagy túl szakmaiskodja a közvetítést, uh-huh, vagy túl haveri hangot üt, uh-huh, meg, ami néha zavaró. Vagy van egy harmadik is, ahova haza kell beszélni, hát a saját kenyíradója. Hát mi mondhattuk, írhattuk, hogy milyen rossz ez vagy az a meccs, de hát most a saját portékáját egy kereskedelmi tévé, már pedig az a portékája közvetíti. Persze. Ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak most. Akkor azért a sportnak volt egy fix vásárlóközönsége. Hogyne. Hogy ne mondjam, a szöuli olimpia ideje alatt a népsportból, akkor 1988-at írunk, 400 ezer példányt adnak el. 400 ezeret. Ezt most oszd el 10-zel. Hát most, hát igen, akkor 1,90 volt a sport, és most nem is tudom, most a 60-70 ezer példányba elfogy a népsport. Igen. Tehát óriási tömeghez jutottunk el, maguk az eredmények, tehát nem annyira az újságírói teljesítmény volt értékelve, hanem a sport teljesítmény, igen, volt annyira attraktív. Meg egy kicsit ez volt a bulvárlap, ha egyetért, hát ez most hülyén hangzik, de ugye hát nem volt semmilyen, igen, bulvárlap, persze, még kacsa magazin se, és ugye választották Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava, a Magyar Hírlap az már valami egészen új volt, az csak félhivatalos volt, vagy nem is tudom, hogy mondták. Nem, hát ahhoz képest itt azért lazaságok, ez egy kicsit ez a szelep volt, nem? A sport. Hát a sport maga az biztos, hogy egy... De a sportújságírás is, hát azt mondom, hogy Jakab Jóskának a lötyögése semmi, hát az akkori belügyminisztérium, igen, csapatának, bajnok csapatának, az Újpest edzőjét megbuktat. Valóban ilyen periférikus jelenségeket lehetett kritikusan közelíteni, tehát a se véletlen, hogy a Mester Ákosnak az a híres televíziós szereplése, amikor azt hiszem a posta vezérigazgatója nem fogadta el a meghívást. Igen, tehát... Na jó, de utána tudod, hogy két embert rúgtak ki a maga helyéről, a postai vezérigazgatót meg szegény Mester Ákost a tévétől. Igen. Bár ott csak külsőzött. Abból te még hallottál legendákat, hogy azért volt olyan időszak, hát ez főleg korábban, amikor abszolút presztízs ügy volt a foci, hogy bizony akár a, nem tudom, KB-ből, vagy politikus nagy emberek oda telefonáltak, hogy most X-nek javítsák fel kettővel az osztályzatát. Ugye osztályzott a népsport, azt hiszem 2-től 10-ig persze, volt. Ez a 86-os VB előtt így volt, amikor, hát már nem emlékszem az évszakra, de közeledtünk, azt hiszem már tavasz idény volt, amikor a Buda István kérte a főszerkesztőtől, ő az akkori sportállapotár, Király István volt, igen. Király Ferenc, így van. Király Ferenc szegény nemrég halt meg. Igen, spanyolországi tudósító, igen, volt. Király, hogy a válogatott játékosok azok 5-ös, 6-osnál rosszabbat ne kapjanak, mert, uh-huh, lelkileg megviseli őket, hogyha
ha a teljesítményük, vagy rossz teljesítményük arányosan kapnak osztályzatot. Én nem értettem, hogy ez hogy lehetséges. De kénytelen voltál te is hatost adni Garabának, Én már arra emlékszem, ez egy magyar kupa sorozat volt, amikor ezt a kérést tolmácsolta a király nekünk, no, Budára hivatkozva. Osztályzás a kupában. De ez valószínűsíthető, hogy nem a Buda agyából pattant ki, hanem inkább a Mezei kérhette. Tehát ő volt az, aki egy búra alá vette a csapatot, ő volt az, aki fölépítette ezt a csapatot, és oda vitte, hogy sorozatban nyerte a meccseket, hogy és a magyar válogatott. Akkor is bent tartotta, ha rosszul játszott az NBA-ben azt a játékos. Hogy a magyar válogatott 86-ban olyan remények ment ki Mexikóba, hogy tám még a négy közé is. Hát nagyon, hát európai elsők voltunk, megvertük a brazil, jó, ma már azt mondjuk, hogy B válogatottat 3-0-ra a Népstadionban. De azért vertük németeket vertük Hamburgba, a spanyolokat talán Elcsébe, de Spanyolországba vertük, tehát, és olyan sorozata volt a válogatottnak Mezeivel, ami hát most nagyon szeretnék annak a felét látni, de kétségtelen tény, hogy volt egyfajta bezárkózása a csapatnak, és volt egy elborulása a csapatnak, ami aztán oda vezetett, hogy beleestünk a semmibe. Ma se tudjuk megfejteni az igazi okát, gyakorlatilag a szovjetek elleni mérkőzésen azt se tudjuk, hogy merre vannak a kapuk. Hát igen, ott minden van, a tészta, a vérdopping, az elbizakodottság, mindenféle pletykát hallunk. Akkor esélyetek se bocsáss meg csak a kérdésedre, tehát én akkor még 80, akkor még nem voltam labdarúgó rovat tagja. Aha. Tehát én még nem voltam olyan pozícióban, hogy osztályozhassak. Csak 86 után, tehát a brazil meccsen konkrétan külsősként mehettem edzői nyilatkozatért, és utána azt hiszem, hogy 87-től voltam én a labdarúgó rovatnak a tagja, és onnantól datálódik a futballhoz kapcsolódó pályafutása. Aha. Mennyire lehetett ott az ember kritikus, vagy az előbb is akartam kérdezni, hogy jó, akkor 86-ban még úgymond nem voltál abban a pozícióban, de volt arra esély, hogy igazából utána menjen egy labdarúgó szakíró, kiderítse, fölfedje, hogy mi történt, vagy rá megcsipkedje? Lehetett, persze, hát itt van a csomagban, amit neked is adtam, részem volt az Eindhoveni 7-1-es vereségbe, igen, és részem volt abban, hogy... Már legalábbis a tudósításában. Igen, és a Verebes volt a kapitány, és a maga sajátos stílusában, ugye ahogy szokás volt, mindig a küldöttség az kiválóan érezte magát a külföldi meccseken, egészen a mérkőzésig. A mérkőzésen ott rendszerint vereséget szenvedtünk, ilyen súlyosat mondjuk nem volt szokás elviselni, de mindig azt mondtuk, hogy az öltözőben már döntetlen közeli volt a helyzet, a buszon pedig már győztünk. Tehát amikor a csapat már a buszon megérkezett, akkor igen, már nekünk volt több jó helyzetünk, és több szerencséje volt, igen, az ellenfélnek. Minden. És akkor ezután, a meccs után én emlékszem, hogy írtam arról, hogy itt az Operenciás tenger, meg az Üveghegy, meg a Varázssipka, meg minden működött, igen, csak most már Verebes József valahogy nem tudja azt hozni, amit tudott hozni annak idején Győrben, vagy Székesfehérváron a Videótonnál, mert hogy ott indult. És akkor teli volt energiával, teli volt ambícióval, teli volt új szakmai megoldásokkal, és aztán később már csak a varázsló maradt meg, és igen, a cserékkel, ahogyan tudta. Kevésbé volt sikeres, de egy nagyon, hogy mondjam, színes figurája volt, igen, Verebes a magyar futballnak. Ez kétségtelen, tőlem többször bocsánatot kért, hogy ő, amikor megbukott szövetségkapitányként, ugye később időszakról beszélünk, de nagyon sokkal, akkor ő rántott magával engem, mint a televízióban, akkor válogatott futballmeccseket és egyet-kettőt közvetítő riporter, közel nem volt az, megbuktam én magamtól is, nem kellett nekem ahhoz a Verebes, de nagyon tisztességes. Itt azért osztályoztatok rendesen, azt hiszem, hogy többen kaptak 4-est, de nem, Puglics 5-ös, de Keller 3, Lipcsei 3, Keresztúri 3, Klaus 3-as. Igen. Hát akkor 10-es volt a legtöbb. Igen, keményen fogott. 1-0-nál még megéreztük a sikerézét, mi vezettünk. Igen. Egy 11-essel, ha jól emlékszem. És aztán a hollandok... Igen, Ricard kézzel ért a labdához. Fölmosták velünk a gyepet.
Igen, igen. Szomorú élmény volt, de már túlszárnyaltok, ugye volt egy 8-1-ünk azóta. Igen. Úgyhogy... Igen, és akkor mit lát egy fiatalember, aki nyilván azért, vagy azért is lett labdarúgó barát és akart sportújságíró lenni, hogy itt sikerekről, diadalokról, szép szárnyas szavakkal tudósít, majd egyszer csak, hát azért már akkor látszott, hogy itt azért elindult a lejtmenet, itt nem lesz akkora nagy örömködés. Hát nem, hát akkora, tehát akkora már talán sose lesz, mint, hát a, mint volt mondjuk a 30-as igen. évek végén, ugye kétszer voltunk VB ezüstérmesek, aztán... Igen. 54-ben, amikor világverő csapatunk volt. Speciális helyzet volt, ahhoz képest a futballba iszonyú pénz áramlott, sokkal több országban művelik ezt a sportágat, és egészen kicsi helyeken is jó eredményhez jutnak. Lásd, Feröer-szigetek éppen Görögországba győzött, és nagyon meg kell becsülni ezeket a kis sikereket is. Tehát a futball az egészen másként fest. Annak idején, hát kifejezett botrány volt, amikor Máltán csak nehezen tudtunk nyerni igen. A Benéjékkel. Már nem emlékszem pontosan az összeállításra, de tudom, hogy a Bene játszott. Tehát egy Málta elleni... Kis különbségi győzelmet magyarázni. Az már komoly feszültséget okozott. Na most én már abba a sávba érkeztem, amikor a magyar válogatott ott még nagy reményű volt, aztán ezeket a reményeket nem tudta beváltani, de, és ott voltam a közelébe a Videoton, ugye az 85-ben. Igen. És hogy mik voltak, akkor már örültünk, hogyha ősszel egy-két fordulót tudtak menni a csapatok, meg a Real Madrid ellen szoros mérkőzést igen. lehetett játszani. Tehát voltak azért. Másra hangolódtunk, tehát hogy mondjam, ez azt láttam, amikor a Fradi a Valke a Koski ellen játszott tán UEFA Kupa meccset, és kint 1-1 volt, mi itthon meg 5-1-re vertük őket, hogy a finnek mennyire megbecsülték azt az 1-1-es sikert. Uh-huh. Tehát mi is a finnekhez kellett, hogy igazítsuk az elvárásainkat. Igen. És ha az ember az igény szintjét lejjebb helyezi, akkor akár elégedett, meg boldog is lehet. Na akkor most elmegyünk egy kis szünetre, és engedelmeddel, ott már nem a sportújságíró borókait kérdezném arról, hogy a fenébe lehet az, hogy gyakorlatilag 25-30 éve újra és újra tudunk mindig lelkesedni egy EB és egy VB-s elejtező indulásakor, mert szerintem ez már több, ez már politika, kommunikáció, lélektan, a jó Isten tudja, mi megpróbáljuk majd kibontani, jöjjenek vissza velünk.